Sziasztok srácok, Strike vagyok, a Wild by Lagarde Sports Rainbow Six csapatának kapitánya. Kövessétek be Twitch-en a Rainbow Six Who nevű csatornát, és élvezzétek csütörtökönként a Pro League adásokat magyar nyelven. A Team Secret az Európai Pro League egyik legnagyobb e-sport klubja. A sokáig org nélkül játszó francia brit I Don't Know csapatot karolták fel. Ők Mippy, Lecky, Leon Gates, Stizzy, Elems, és a coachuk Helbi. A Secret egy nagy e-sport szervezet. Dotától, Counter-Strike-on át, Fortnite-ig rengeteg játékban képviseltetik magukat. Rainbow Six Siege-be 2018. augusztus 1-én léptek be. Ennek köszönhetően egy elődöntős helyezése van a klubnak a 2018-as Paris Major-ről és egy negyeddöntős a DreamHack Montreal-ról. A line-up hatalmas vándorlás után jött össze. Az öt játékos külön-külön 14 különböző csapatot járt már meg. A három brit játékos, Mippy, Lecky és Leon Gates, a két francia pedig Stizzy és Elems. Mippy és Elems együtt kezdték meg a Siege pályafutásokat a francia Era eSportsban. Innen igazoltak a line-up másik három tagjával, a jelenlegi Penta Sports magjával, a Search Orghoz, majd a Playing Duckshoz. Eközben Lecky megjárta a Pentát is, majd a Playing Ducksnál egyesültek. Elems ezek után kilépett, és a francia orgokat járta végig, így sorra került a Vitality, a Supremacy, a Beat Genius és a Millennium is. Mippyék, miután szétváltak, a Playing Ducks utódjaként alapított Snook & Nose-ból saját csapatot alapítottak, melyet IDK-nek neveztek el. Beszállt hozzájuk jó barátjuk Leon Gates, és leigazolták a Millenniumból Stizzyt és Elemst is. Legelső szezonjukban egyből kvalifikálták magukat a Challenger League-be, amit aztán meg is nyertek. Így plusz köröket futva, de a jelenlegi Chaos játékosok piszkos húzása után kiharcolták maguknak azt a bizonyos Pro League részvételt. A Pro League-ben remekül debütáltak, valamint megnyerték a DreamHack Valenciát. A csapat a Pro League nyári felében a második helyen végzett. S bár a G2 magabiztosan uralja a mezőnyt, a Secretnek egyértelmű célja a második hely, és az ezzel járó kvalifikálás a novemberi Finals-re Brazíliába. A Makit a Pro League középmezőnyébe tartozó Orgless néven játszó csapatot igazolta le. Ők KS, Baka, Rips, Will és Cory. Coachuk Lazo. A Makit eSports egy észak-amerikai székhelyű e-sport klub. Jelenleg PUBG és Halo csapata is működik, illetve korábban a magukénak tudhattak egy komoly Rocket League csapatot is. A Rainbow Six Siege-ben a harmadik év elején léptek be, a Vitality korábbi rosterének leigazolásával. Jelen pillanatban az Európai Pro League mezőny legkisebb e-sportklubjának számítanak. A szervezet egyetlen sikere a Coupe de France 2018-as győzelme, amivel kvalifikálni tudták magukat a Paris Major-re. A Major-ön a csoportjuk utolsó helyén végeztek egy G2, majd egy Fnatic elleni vereség után. A DreamHack Valencia után a Penta Sports vásárolta meg a rosterüket, így az előtte Orgless néven szereplő német line-upnak kínáltak szerződést. A Makit jelenlegi csapat kapitánya KS, aki kétségtelenül a legnagyobb névvel és nemzetközi rutinnal rendelkező játékos a csapatból. Korábban a Penta Sports játékosaként kétszer nyert Pro League címet, majd São Paulo-ban rendezett Finals-ön súlyos vereséget szenvedtek el a Black Dragons-től. Ezek után közös megegyezéssel távozott a klubtól a OneUp eSportshoz. A OneUp eSports a Mysterious Monkeys rosterét igazolta le, akik az előtte lévő hatodik szezonban voltak az EU Pro League tagjai. A jelenlegi csapat magja Rips, Vale és a coach Lazo került a csapathoz legkorábban. A csapat jó szereplést mutatott be a második Invitational-on, majd az azt követő Pro League seasonben is, de nem tudtak a mezőny fölé emelkedni. A jelenlegi csapat negyedik tagja az eddigi alsó bajnokságokban játszó Cory, aki a Paris Major kezdete előtti napon érkezett. A Major után Aces is távozott, helyére érkezett Baka Brian, aki a Pro League-ben debütál kompetitív játékosként, korábban Pengu streameiben láthatta a Siege közösség. Baka svájci, így a csapat első nem német játékosa, és egyben a Pro League második svájci játékosa, Penix után. A csapat az elmúlt season talán legbotrányosabb Rainbow Six Siege csapatának mondható. A OneUp eSports-szal való elszakadás után nem tudtak maguknak új orgot találni, így a Pro League 8. szezonjának második felét Orgless néven játszották végig. A season közepén két org is érdeklődött a csapat iránt, azonban nagy viták alakultak ki akörül, hogy kivel kössenek szerződést.
Para és Hungry arra kérte a csapatot, hogy a jobb anyagi lehetőségekkel kecsegtető szervezetnél írják alá megállapodást. Kéjesz azonban ellenezte és kompromisszumot állított a csapat elé, miszerint vagy ő távozik, vagy a két csapattársa. Így bomlott fel az egyik legnagyobb potenciállal rendelkező csapat Európában. A nyarat a csapat az 5. helyen zárta az Európai Pro League-ben, és innen várja az őszt, ahol a top 4-ért reális küzdelemben lehetnek. Külön érdekesség, hogy az Orgnak két csapata is volt, azonban mindkettő szabadúszó állapotba került hozzájuk, így nem kellett kivásárolniuk őket a szerződésükből. Sziasztok, én Bazár vagyok, a Rock Warriors-tól, és arra szeretnének benneteket megkérni, hogy kövessétek be a Rainbow Six Hu Twitch csatornáját, ugyanis minden csütörtökön élőben közvetíti a Pro League meccseket. Thank you.
Stylish on the outside, savage on the inside. Legion by Lenovo. Nagy szeretettel üdvözlünk immáron negyedszerre mindenkit itt a Rainbow Six-on, és továbbra is a Rainbow Six Pro League európai 8. szezonjának 13. játéknapját láthatjátok a Magyar Esport TV jóvoltából. Itt van velem még mindig kommentátor társam, Adam B. Szép estét mindenkinek! Igen, így szép késő estét, de a Pro League az ilyenkor is robog, és az utolsó mérkőzést láthatjuk majd, ahol a Team Secret a Mokit ellen fog játszani. Az odavágón ez a mérkőzés 6-4 lett, és akkor még ugye IDK és Orgless volt, de akkor lássuk is, hogy most már hogy állnak össze ezek a csapatok. Íme a Team Secret, Elems, Lucky, LeonGids, Meepy és Stizzy. Igen. Érdekes mérkőzésnek nézzünk elébe ezúttal is. Bercinek pont mondtam, illetve talán az előző kezdtemben is elmondtam az előző mérkőzésen, hogy reggeltől fogva nagyon vártam ezt a mérkőzést, a Secret Mokitot. Ugyanis a tétje a brazíliai LAN Finals. Félig meddig, igen. Félig még meddig. A Millennium is versenyben van. Ja, igen, igen, persze. De, de igen. Ez aki itt veszít, az egy hatalmas lépéssel kerül hátrébb, illetve aki nyer, egy hatalmas lépéssel kerül előrébb a LAN pozícióhoz. Közben láthatjuk a Mokit felállását is. Cori, KS, Vail, Rips és Baka Brian. Ugyebár teljesen friss csapatról van szó. Baka Brian és Cori most nemrég érkezett az idézőjeles nyári szünetben, Major előtt, illetve után. Így van. És eléggé jól összeállt ez a csapat. Pár játéknap abszolút, alatt olyan erősek lettek, hogy a hanyadik helyen végeztek a félszezonban? 4 vagy 5? Még hátrébb 5 vagy 6. Szóval abszolút a középmezőny, hátsó középmezőnyben voltak, és most a második helyen voltak a játéknap előtt, szóval nagyon impresszív teljesítmény a részükről. Most pedig lássuk, hogy milyen pályát bannolnak, illetve félig meddig választanak a csapatok. Nyilván BO1-ben az félig meddig az a választás, hogy utolsónak mit bannolsz, tehát most a Mokit választhatja, hogy inkább konzulét vagy bank konzulét. A mai nap harmadszor konzulét, nyami. Igen, konzulét vagy bank maradt. Semmi újat nem tartogatott az utolsó mérkőzés. Akartam mondani, hogy ez a ban már csak arról is szól, hogy jövő héten lesz-e másik egyértelműen kibannolt ban, vagy egyértelműen kibannolt map a konzuléten kívül, de nem lett ezek szerint. Így van. Próbáljuk pörgetni ezt, úgyhogy gyorsan nézzük meg a szavazást, mert természetesen fontos számunkra a véleményetek, és talán a mai este egyik, ha nem legkiegyensúlyozottabb szavazását hozta ez a mérkőzés, hiszen 64%-on van a Team Secret és 33%-on a Mokit. Ennél a worldwide szavazás, tehát a nemzetközi szavazás még inkább kijelenítettebb, de bár ott ugye döntetlenül is lehet szavazni, mi inkább csak simán azt kérdezzük, hogy szerinted ki az esélyesebb, vagy kinek szurkolsz, és hát akkor ezek után csak jó szórakozást és jó szurkolást kívánunk a mérkőzéshez, és akkor menjünk is Elefántcsontpartra, a francia konzulátusra, és kezdődjön a mai mérkőzés, a mai játéknap utolsó mérkőzése. Van, bekezdett egyből egy Blackbeard bannal. Aki látta a 2-vel ezelőtti mérkőzésünket, amit szintén a Miduon közvetített ezen a pályán ebben az időpontban, a Mokit játszott a Vitality-vel, és Cori valami eszméletlenül jól játszotta a Blackbeardet a mérkőzés első felében. 5 körben 4 entry fraget lőtt meg ezzel a fekete szakállas operátorral, illetve a 4 entry-n kívül további 3-at vagy 4-et talán, hogyha jól emlékszem. Ben pedig nincsen kifejezetten Blackbeard kedvelő játékos, így egyértelmű szerintem a Blackbeard kizárása. Lion és Clash egy abszolút megszokott ban, viszont Kessel annál kevésbé, szintén a Team Secret bannolta, nem is tudom, láttunk már egyáltalán Kessel ban Pro League-ben, mióta létezik ez a ban system? Nagyon úgy érzem, hogy ez egy 0% körül mozog. Igen, olyasmi. Igen, én is úgy gondolom.
hogy az vagy nagyon ritka, vagy pedig egyáltalán még nem is volt, és mire? Ezért ja, igen, van ugye, miránk. Befigyel, és itt van, és Alex hozza. Meg vagyunk keresztve a jóból. Az biztos. Alacsonyabb szintű játékosoktól szokott jönni rendre ez a kritika, hogy Castle useless és egy kifejezetten gyenge operátor. Hát profi szinten azért látjuk, hogy rendre helye van a felállásokban. Kell hozzá csapatjáték, hogy igazán ki tud használni, tudnod kell, hogy a többiek mit csinálnak, stb. De, hogyha tényleg ez megvan, akkor egy nagyon erős operátor lehet. És ugye ne felejtsük el, hogy hiába azért az UMP egy elég lassú fegyver, de ennek ellenére erős. Tehát a közepesen jó kategória szerintem az UMP egyébként, vagy én minden esetre nagyon szeretem a szívem csücske. Szóval ilyen szempontból is egyébként elég jó, és hogyha olyan Kesseltől nem is fogjuk látni ezen a meccsen az UMP-t, Leki ő hozza a pulzt. És nagyon meglepne, ha shotgunnal játszaná. bár látott, lehet rá néha látni példát, igen. Így van, egyébként láthatunk ilyenekre példát, tehát például a Major döntőjében Caveira volt, meg hasonló, szóval meglepetések vannak. Jónás. Jónás, jaj, ne. Elkezdődött az első körnek az action phase-e. Kíváncsi leszek, hogy KS, a Mokitnek a csapatkapitánya, mennyire tudja majd magával felfelé húzni a csapatot. Ez az előző játéknapokon nagyon jellemző volt, hogy ő igen. Topfregelt, vitte a csapatát, mutatta, hogy igen, ezt kell követni, srácok, itt vagyok, csapatkapitány, és mutatom az utat. Ez nagyon sarkalatos pontja lehet még a mai mérkőzésnek, és mondjuk az is, hogy a másik oldalon Mipi mondjuk milyen stratégiákat érez megfelelőnek, ugye ő az IGL a Secretnél, ez mind-mind fontos lehet még. Igen, egyébként nem tudom, hogy most mennyire fog botnak gondolni a közönség, de így több mint egy teljes lekezdett meccs után jutott eszembe, hogy én végig Mewtwo-val néztem amúgy a Clean Feed-et. Eszembe jutott most már egy kis hangot is tenni rá így végre. Nem, másfél óra után. Hát, igen. Új Sighton játszik egyébként a Team Secret is, Meepy szedi ki Bakát. VL Leon Gitz felé trédeli el, és talán nem marad védőjátékos A Sighton, ellenben felülről kiválóan lehet védeni. Lucky-tól pedig érkezett egy C4 a plantelő játékosra. Nem tőle fog érkezni, ha jól látom. LMC van még lent. Nem, Lucky dobtál a saját C4-ét, én először nem tőle hallottam dobni. Aztán Lucky ellövi alulról KS-t is VL tud trédelni, aki megkapta az információt, hogy Lucky lentről zaklatja a plantelni készülő támadójátékosokat, és lövi el végül VL fejét trade-re láthatunk. Pedig 5 HP-val ússza meg ezt az egész menetet. Talán kaphat egy resetet Meepy-től. Vissza tud menekülni, most pedig 3 védőjátékos játszanak, nem, egy védőjátékos van lent is. Ja nem, akkor Stizi van lent, elnézést. A Defuser-t kéne előkeríteni a Mokitnak, egyébként 1 perc van hátra. Ezt az előző mérkőzésen egyáltalán nem láthattunk ilyet, hogy 1 perc alatt legyen bármennyi akció is, nemhogy kapásból 5 kill, meg egy jó pár HP-sebzést. Reaps tud egy nagyon jó picket bemutatni is, és lövi el LMZ fejét. És aztán Stizit is fejbe lövi Reaps, egyedül marad Meepy. Bár a Defuser még mindig nincs meg, Cori nem meri felszedni, pedig ott van ő mellette. Reapsnek megvan az információ, hogy Meepy is fent van, és érkezik a spot a plantelő játékosra, ahol átlőhető mégis a padló. Itt bizony átlőhető. Meepy. Ez egy nagyon szép játék volt, részéről felismerte, hogy át kell menni egy picit ahhoz, hogy átlövető felületet keresztül tudjon játszani. Nagyon-nagyon kihasználta a Rainbow Six által nyújtott környezeti lehetőségeket. Reaves végül csak elkezd plantelni, és még talán pont le tud menni, úgyhogy 0-0-nál rá tud flickelni majd Meepy-re, így is van, de... Másik irányba számított másik rá, irányba igen. Számított, így van. Lehozza Meepy ezt az 1v2-t, és... Annyi, igen. Ezzel a Secret nyeri az első kört. Érdekes volt nagyon. Meepy-t láthattuk már korábban egy csomó azóta a híressé vált jelenetben, különösen jóban van a soft padlózattal, plafonnal. Ezt használta ki most is. És egy okos lépés volt Rips-től, hogy
Rips volt. De Rips volt, igen, tehát egy okos lépés volt Rips, hogy gondolt egyet, és leköltözött egy szájtal lejjebb igen, defűzolást azt illetően. Tényleg, hogyha lehozza, akkor azt mondom, hogy az volt a kulcsmozdulat benne. Ez is inkább azon múlt, hogy rossz irányba nézett, volt kettő lehetősége, és pont a rosszat találta el. Igazából igen. Ez már egy kicsit a szerencsén is múlt. Easy Meep is elemzi, mutat be közben egy hármas cserét, így a Smoke, Mira és Bandit operátor így Rock egyet fordulnak ebben a háromszögben. Bár Cizihoz Bandit helye Smoke-ot, Smoke helyett Mirát, és elemz hoz Mirát helyett Banditot, hogy teljes legyen a kép. Leon Geats pedig hoz egy Legiont, ami igazából most néztem, pont akkor értem oda a streamünk kezdetére, mikor mutatták a pikréteket és bannok mennyiségét, és kifejezetten meglepődtem azon, hogy Legion a harmadik helyen áll a védőknél 56%-kal, igen. Nem meglepő, hogy a Jäger is a Smoke előzi meg. Viszont engem kifejezetten meglepett személy szerint, hogy harmadik helyen tud állni a Legionnel. Egyébként Legion rankedre is kiváló, tehát igen. Annyira jól tudod kihasználni, hogyha éppen úgy vagy, hogy van kedved játszani, de úgy igazán nem csinál semmit, akkor a Legion az egy olyan operátor, hogy így szájton üldögélsz, körbe dobálod magad, és aztán majd lesz valami. Ja, hát igen. Tehát van olyan, hogy most nincs kedvem Braindead Fraggingbe menni Jägerrel, vagy mondjuk valami, esetleg egy Valkyrie kamerás, Valkyrie-vel kreatívkozni, hanem inkább, hát legyen egy Legion. De és Pro League-ben is nem azt mondom, hogy lustaságból hozzák egyébként, csak simán univerzálisan mindenhova jön. Tehát nincs olyan, hogy azért, mert erre meg arra a site-re megyünk, igen, azért, igen. Mert nem lesz jó pick. Még mondjuk egy Mira esetében ez igaz, vagy akár még egy Smoke esetében is, bár ezek ugye viszonylag ritka esetek, de attól függetlenül inkább igazak, mint a Legionre. Jó, de jó ez a néd, de Leon Gidon csak lesebzi, bár elég durván, megvan az info, hogy itt játszik, fut fel rá a a Buck, yes, de mégis a kapitán lesz, aki ellövi. Hát ketten együtt összehozzák, hoppá! És Meepy kerül Injurbe aztán. Nem tudom, megvan az információ Buckának, hogy Meepy Injurben van. Ő úgy pozícionál, hogy talán nincsen meg. Azonban megy a következő játékos Meepy felsegítésére, és most érkezett azért a tűz. Ami ezúttal haltató lesz, de nem éri el. Nem fogja a tűz elérni, úgyhogy resetelni tudja a Stizzy Meepyt. Abszolút bal szerencse a Mokitnak most ez a lépés. És aztán Meepy visszafutott Rips előtt, úgyhogy észre se vette. Cizi pedig bátorkodhat tovább ezzel a shotgunnal, abszolút Cizi helyzeti ez, előnyben ha belövi, van. Az nagyon Boom. Szép lesz, így is van. Fél hullik következő játékosként. Már Rips el tudja lőni végül Cizit. Ha nem lenne kibannolva kedvenc fekete szalakálunk, talán most Kuri ült volna ezen ablaknál, ebben a pozícióban. Ő azonban így képtelen honfitársát, német hölgyet hozni IQ személyében. És igen, nem fogja meglátni most még Lucky-t, aki a ilyen rómol, és majd csak a kör utolsó 20-30 másodpercére fog visszaérkezni. Cserébe el tudja lőni Meepy-t, akinek megvolt szintén a helyzeti előnye, ezt nem tudta sajnos kihasználni. Érkezhet a plant. 3v2. Konzulba. Egy francia és egy brit, most már csak egy francia él a Team Secretből. Elemzle tudja lőni a plentelő bakát, de a diffuser az lemegy. Úgyhogy nagyjából 40 másodperc van arra, hogy lelője ezt a maradék két játékost és hatástalanítja, és... Hát igen, hatástalanítja a hatástalanítót. És vajon meg lehet-e neki, hiszen Ripset le tudja lőni 1v1 Kori hallja, de ez egy fake lesz. Ezt mondjuk szerintem Kori is tudja. Hát ledroppol, nem tudom, silent drop volt, szóval az mindenképp nagyon pozitív. Kori nem tudja, hogy ledroppolt. De ellépi magát! De most végül, igen. Miért csinál ilyet? Aztán így el is tudja lőni végül elemzét. Nagyon hát érdekes ezért. Szituáció lehetett volna ez is. Ezért az előző kár kör volt. Az hasonlóan és egy az aug. Szint lépés lehetett volna. Egy idézőjeles szint lépés, szint jaj, lefelé nem. Ugrás lehetett igen. volna. Igen, értettem. A meccs döntő pontja. Szörnyű vagy. Kör döntő pontja, pardon. Hát én nem éreztem hibának, tehát nem akarom azt mondani, hogy ez hiba volt ledroppolni. Inkább csak kellemesebb lett volna mondjuk ott a falba egyet-kettőt beletúrni, és aztán meg lefészelni mondjuk lobby felől, vagy hasonló.
mert ez igazából, vagy úgy lett volna jó, tényleg a Silent Dropot jól megcsinálta, és aztán ellépte. Lehet úgy érzékelte, hogy ha lelövi, akkor se lesz már ideje, azért futott. Nem volt ideje átgondolni pontosan, de ez úgy nézett ki, hogy az elején azt akarta, hogy Silent Droppol és ellövi, úgyhogy nincsen info róla, ami egy jó gondolat, csak időközben rájött, hogy nincs ideje. A másik lehetőség az lett volna, hogy egyáltalán nem próbál így stealth üzemmódba játszani, hanem csak simán azon, hogy prefire-ölget, fészelget, futkorászik, és akkor van ideje, annyi, hogy akkor van róla info, és fel tud készülni a támadó, hogy honnan kell várni a védőt. Így döntött, nem volt hibás döntés, inkább szerencsétlennek nevezném. Igen, abszolút egyetérteni tudok ezzel. És Light választás, és ha jól számolom, jól nézem, akkor az operátor választás alapján is eddig csontra ugyanazt láthatjuk. Ugyanazon a site-on talán mind a 10 operátor ugyanaz, illetve a játékosok személyesen változik, mindenki ugyanazt az operátort hozza, mint az előző körben. A védelem felállása azonban jelentősen megváltozott, ahogy néztem. Kipolták ezúttal a védelmet például az office előtt elterülő kis szobába, ahol abszolút jellemző a Mira játék. Most sajnos nem fog eszembe jutni a site neve. És site, de a szoba neve. Óvatosan támadom Mokit, szépen a szokásos rappelezések épület különböző oldalain, mert a drónozás Black Eye Skin. Igen. Ez elengedhetetlen természetesen. És drónozzák a Visa lépcsőt, drónozzák az admint, fontos, hogy ez a ték meglegyen, de ez egy nagyon nehéz ték lesz. ADS védi a banditet, Lucky Crossfire-t tud rá tartani, Mira ablakuk van, ezt itt nagyon lehetetlen szagú betékelni. Alulról lehetne szétnyitni teljesen, de így konkrétan mindent, akkor Lucky ki lenne zónázva, és akkor már csak egy, úgymond csak egy Mira ablak lenne, meg egy shield, meg 5000 ADS, még az is nagyon nehéz. Hát én most megmondom őszintén, hogy a Mokit helyében átrotálnék, és ide KS felé jönnék, repülözgetve, dupla ablakon, bátrumot tékelve, Meepit onnan kilőni, Leon Ginzet onnan kilőni. Vagy például konnektorra felrepülözni, és egyébként ha látod, már jönnek is. Már jönnek is a támadó, Krips odébb futott, Vél még ugyanott tart egy rotation-t ott lóg nyomtatón, vagy hát fénymásoló szobán. Igen. De alapvetően a támadók próbálnak tényleg rotálni, ahogy ezt mondtam is, hogy ez így lesz a legjobb talán. Bár Lucky is elemz egyelőre, nem hagyja el Office-t, ők még mindig onnan várják az esetleges támadó pusolást. Jönnek sárga lépcsőről már ketten, illetve Baka fedezi őket már az előbb is látható módon. És be is gyújt ezúttal is Stizzynek. Tips lövi el Leon Gitzet, ezzel pedig, hogy begyújtott Stizzynek, Stizzy közben fejbe lövi Vélt, és BP kidobja egy C4-el KS-t, tehát akartam mondani, hogy megnyitja az utat a Mokit két sárga lépcsőről érkező támadójának. Na hát meg is haltak mind a ketten, mielőtt ezt ki tudtam volna mondani. Igen. Az a baj, hogy lépett. A Skylighton mindig van egy támadó, de az igazából sok mindent nem tud csinálni a bathroom rotation. Igen. Tehát azt nem látja az oszloptól, és nyilván nem fognak rápíkelni. És így meg gyakorlatilag nincs is jelentőség, hogy ott van valaki. A tűznek, hogyha a tüzet rotationre rálőtte volna, az mondjuk nem lett volna rossz. Igen. Most ez így jött össze. Elemzel lövi Korit, 2v4 van, 10 másodperc van hátra. Sárgán elesik Rips, és aztán Baka is a dupla ablakon. Úgyhogy a harmadik kört nyeri a Secret. Kettő kör van az első félidőből, utána a csapatok oldalakat cserélnek. És hogyha a Mokit meg szeretné nyerni az első félidőt, akkor a soron következő kettő kört meg kell nyerniük. Archives és Tellers, tehát az új site lesz az, amit választ a Team Secret. Ez egy nagyon különös site olyan szempontból, hogy valamelyik csapat egyáltalán nem játsza, valamelyik csapat nagyon játsza, mint például a G2 első site-uk. Igen. De van olyan csapat, aki mondjuk így harmadiknak hozza, vagy valami a Secret is talán ilyen, tehát ez a középút inkább. Igen. A Secret számára ez a site, tehát van rá stratjuk, játsszák, de nem a... nem a fő szájtjuk. Igen, egyébként, tehát én igazából annyira nagyon el sem tudom képzelni,
ezeket a stratégiákat. Én mondjuk, ha még jelen pillanatban lennék egy coach, vagy mondjuk egy csapatkapitány, aki a stratégiát készít, én abszolút szerintem negyedik számú szállítnak tartanám. Hát, jobban ki vagyok békülve teljesen a földszinten található Janóval és portával, de hát portának is lehet nevezni mondjuk magyarul, tehát... Hát igen, igen. Ah, körasszal. Igen. MIP és Rips 5-5 killel vezetik a csapataik sorát. Egyébként nekem azért tetszik ez a site, nem tudom, ez lehet tényleg csak egy ilyen első benyomás miatt, de tehát konkrétan amikor legelőször kompetitív meccsen játszottam ezt a site-ot támadóban, akkor az úgy nézett ki, hogy elszmokoltuk vizalépcsőt meg a körlépcső felé a hallway-t, kinyitottuk a hatchet, ledroppoltunk és ajtóba letettük és megnyertük a kört ilyen fél perc alatt. Igen, ezért mondom, hogy védőként elég kellemetlen. Így van, védőként kellemetlen lehet. Arra nagyon figyelni kell, mert ide könnyen rásolhatnak. Ez most nem áll fent, hiszen a Mokit, hát közben ez Diongidznek nem sikerül sajnos. De most összejön ez az PogChamp Diongidz. Szóval ez most nem áll fent, nem rásolnak a támadók, egy sokkal átgondoltabb és lassabb támadásra számíthatunk. Drónoznak egymásnak, gyűjtik az infókat, szkennelésre számíthatunk majdnem sokára. Smoke az, akit látnak most. Első kör ezen szájtjának hőse. Kap is egy freget KS-től, el tud menekülni tőle azonban időben. És ezúttal a Mokit sokkal bölcsebben kezdi meg ezt a kört, tanul az első körben elkövetett hibájából, és szépen lassan fentről lefelé kezdik el kitisztítani. Nyíltak a mirror ablakok. Sájtokat, igen. Elemsz pedig abszolút szorult helyzetben van itt. Bár a lehető legjobb helyzetben van, igen. Még abból, tehát az egy jó angle, amit fog egyébként, más kérdés, hogy holóval vagy reflexzel, ami neki van, azzal nehéz összezékokot visszalőni egy ilyen pixelen. Hát kb. 6 irányból tudnak rányitni tüzet igazából, szóval ablakokat számolva, igen, bölcsen el is menekülő is. Visszább húzódik egy szinttel a Secret teljes védelme. Nagyon okos rotation alsó volt szájtra. Ez. Igen, igen, alsó szájtra csoportosulnak, ahogy látom főleg. Bár nem középen vannak most hárman, na most szép lassan igen, mennek alulra. Lucky révében még megvan a pulzuk, Rips lövi fejbe Leongitzet. Lucky ezúttal is tudja a remek infókat adni. Kori kerül közben Injurbe, honnan? Onnan. Benches, a padoktól. Tizi. Hát ő valószínűleg visszatelve lesz. Igen, igen. Tizi volt, már el is futott. Hát, most ennyivel beérte. Igazából, ha visszapikelt volna, akkor ketten tartották rá az angle-t, szóval nem lett volna sok értelme, ezt valószínűleg ő is tudta, vagy legalább sejtette. 35 másodperc van hátra, 5 a 4 ellen, ez egy viszonylag passzív kör volt, inkább okos rotation-ökkel és angle holdokkal. És lehet, hogy Vail ezt le tudja tenni, bár ugye Leki alatta van, kimegy a C4 üresbe, úgyhogy most Vail be fog futni, és könnyen lehet, hogy ez igen, a... de még van egy második C4 Lucky-nál, legalább menni. Egy második, igen, kettő van, ahogy én nézem a felállást, Lucky pedig el is lövi Vail-t. És most mi a lesz C4... ebből? MIP el tudja lőni Injurbe Bakát, KS eltrédelés, innentől kezdve Lucky egyedül van. De van neki C4-je, ami még nagyon igen, fontos van C4-je. Ha az asztalra teszi, akkor mondjuk hozható sok értelme szituáció. Nincsen. Ne, fel van ragadva abszolút a C4. Hozható, és Rips lövi el végül Lucky-t. Ja, nem. Fel volt a C4 ragasztva, és... Ha nem láttam. És nem állt rajta senki, mert asztalra tették, vagy asztalon álltak többen is. És hát így végül be tudta fejezni azt hiszem a Termite ezt a kört, és ezzel 2-2, szóval ma sokadjára az a szituáció áll elő. Igen. Aki a következő kört megnyeri, az nyeri az első fél időt. Nagyon-nagyon okos volt az egyébként a Mokit játékosok részéről, hogy felugrottak az asztalra, és így egyik C4 sem tudta őket megölni. Ez egyébként különösen konzuléten, ahol most vagyunk, más szájtokon is jellemző, például a Consul Office szobában, igen. Ott is van egy nagy asztal, amire ha felugrasz, a C4 zongorás szobából nem fog megütni. És ez egyébként nagyon sok helyen, még theme parkon is, hogy így említsük meg, először ezen a csatornán a theme parkot, ugye eddig sehogy sem került szóba, mert ugye nem igen. Elselmap. Rendsére. Ott is van ilyen sok lehetőség, de gyakorlatilag minden pályán. És ez a rutinnal és a tapasztalattal jön, hogy egyből, ha tudod, hogy van szén, és akkor egyből az asztalra ugrasz fel. Igen, igen. Más kérdés, hogy vannak ennek ugye
hátránya is, hiszen teljesen védtelen leszel, mert az asztal például nem ad fedezéket, hogyha a tetején vagy. De ilyen szempontból ez egy jó döntés volt. És most megpróbálja a garázs és kafetéria védelmét a Secret. Itt látom, hogy Meepy, Stizzy és Elemz és a többiek is szépen cserélgetik egymás között az operátorokat. Jón is Lucky azért marad a saját kedvencüknél, ahogy így elnézem. Igazából egy viszonylag tipikus védelem azért ez a Secret-től. Nem húznak semmi meglepőt, ahogy nézem így az átlagos kompetitív mérkőzésekhez képest. Ebben a garázs védelemben falvédőjük nincsen. Bár a Mokit hoz egy tecsört, innentől kezdve ez tekintető felesleges lépésnek is, természetesen nem tudhattak róla, hogy nem Sixpick-kel állt a Secret egyik játékos egy falvédőre, mondjuk Elemz például, vagy Stizzy, ha már egyszer mind a ketten nagy bandit kedvelők. Kori micsoda Kori headshot lövi fejbe Lucky-t. Ezúttal nem lesz infózás a szenzorról, nem lesz Lucky ott utolsó életben maradó Secret játékosként. Kori kap cserébe egy kis mutárgázt is. Izitől majd kidob egyet a túlsó fősóra is. 2-0-5-nél már kettő gáz is kiment, és most lelövik. Ez egy kicsit waste of smoke, úgy érzem, tehát elpazarlása a smoke-nak itt. Nagyon sok van még hátra ahhoz, hogy egy smoke meghajjon. Leon Gitz fejbe lövi ki ezt, úgyhogy esik a csapatkapitány a Mokitből, de még mindig emberelőnyben vannak. És hát a disuser az nincs nál, hát folyosón ott van, vagy nem, fegyel, feljebb van az? Nem, az nem, ott van. Az ott van, ott van, jó, oké. Okay. Most fel is azt veszi baka. Simán oda letették, tehát azt nem kéhez dobta el, hanem ott volt. Kint hagyták Cségóból. Kori lövi ki Leon Gitzet. Nevet szokás, hogy leteszik a diffusert. 4v2, jön a smoke. ADS-ek már ki vannak égetve, egy C4 üresen kimegy. Elég nagy előnyben a Mokit, úgy érzem. Igen, azt néztem, hogy Elemz helyett egyébként talán elindultam volna egy flankre, most már persze késő. De ha egy ide, jó ideig mind a három védő garázsban volt, most kettő az egy ellen szituáció van, bár Korit fel tudja szedni gyorsan Baka. Kicsit pazarlásnak éreztem azt, hogy konkrétan volt olyan Kori fejezi be ezt a kört Elemzi ellövésével, és ezzel a Mokit hozza az első fél időt. Pazarlásnak éreztem azt, hogy volt, hogy négy, vagy akár mindez öt védő nem, de volt olyan, hogy négy védő volt egyszerre garázsban, és igazából egyikükön se láttam, hogy ki akarna onnan különösen mozdulni. Engem ez Coastline-ra emlékeztet, amikor a Penthouse Eater védelemnél szokott olyan előfordulni, hogy 3-4 védő is van a színházban, és onnan védik Penthouse-t. Nem kifejezetten jó stratégia ott se, hogy ennyien helyezkednek el ott, itt is most a roamerebb típusú védőjátékosokkal szerintem ki lehetett volna mozdulni, esetleg is egy flanket bepróbálni, ha már egyszer körülbelül egy területre koncentrálódott mindegyik Mokit játékos. Hát, ha nem is flank, akkor legalább annyi, hogy nézze neki hol védre, vagy ilyesmi. Akár. Mert igazából tartottak egy angle-t a Mokitosok, és így pusolták az ajtót közben. Igen, igen. Nem csináltak semmilyen extra dolgot, csak a Secret, mintha nem akarta volna lereagálni. Viszont nyerte az első félidőt a Mokit, így előnnyel mehetnek a védő oldalra, lent fognak kezdeni. Viszonylag ritka, hogy garázsban kezd egy csapat. Mostani metában jellemzőbb, hogy vagy legfelül, vagy pedig a Taylor Zerkais, ha nagyjából így átgondolom. Nyilván ez is egy abszolút jó site, a konzuléten mind a négy site kiválóan védhető. Mondjuk szerencsére a legtöbb ESL pályáról ez elmondható. Igen. Ugye most már nincsen café, nincsen skyscraper, ahol azért voltak hulladék lerakó helyek, tehát már nem úgy, hogy hulladék, tehát egy személyi lerakók, hanem úgy, hogy hulladék lerakó helyek. Hát ezt jól megaszontad, Berci, azt kell mondjam. Így van. Szokásom. Ó, micsoda rás! Ne! Mi történik? Leon Gitz TK! Azt a... Megpróbálnám kommentálni, de ez már túl nehéz. Kori egy duplával, aztán Lucky és Elemz egy-egy killel, így 2v2 volt, még TK is az elején. Hát ez fantasztikus volt. Ez majdnem, hogy lekövethetetlen volt. Durva, hogy ilyet látunk egy olyan meccsen, amin nagyon sok múlik, például egy landspot. Riff C4-e, Kobi, Elemz meghal, és aztán Vale befejezi ezt. Mikor azt hinné az ember, hogy a Supremacy Vitality mérkőzésnél nem nagyon láthat már őrültebb kört a mai nap folyamán, akkor megmutatja a Secret, hogy amúgy be lehet rohanni ám 5 emberrel a site-ra. Igen, ugyanabból az ajtóból. Igen.
Igen, meg konkrétan lehet tékázni két emberrel szájtra, mert így három már elhullik az első lépcsőfordulóban. Hát... Nem, az adásidőt akarták kicsit megrövidíteni, tudod, mert ja, hát igen, lehet. Meg minden. De kedves tőlük egyébként, én abszolút. Abszolút megértem. 10 órakor kezdődött a meccs, és ilyen fél 11-kor kezdődött valójában kb. Ja, de eddig elég gyorsan pörög, tehát azért nem nagyon lehet pislogni, vagy ne, ne, nem szabad pislogni. Grammal nincs baj. Az első meccs egyébként 6-4 lett, már mint az odavágója ennek a meccsnek a Secret javára. Könnyen lehet, hogy most annyi még lehet, egy... de lehet annyi még egyébként, de nem valószínű, inkább a másik oldalról gondolnék egy 6-4-et, hogy a Mokit nyer 6-4-re. Eléggé benne van az, hogy most ezt a Mokit hozza. Ha ezt a kövi kört megnyit, akkor ugye már biztos a pontszerzés, és reális a győzelem is. Igen. KS ma 4 killel van előtte, 8-8-szer Kori és Rips másik oldalról, Mipi 5-tel, Elems 6-tal. Hát... félig meddig kiegyensúlyozottak egyébként ezek a fregek, tehát nyilván nem lőhet egyszerre mindenki pontosan hatot. Mondjuk, hogyha 30 kill a csapatnak, azért nem elvárható, hogy mindenki hatot lőjön. Baka egy kicsit ma önmaga árnyékában játszik, pedig ő ugye általában viszi a csapatot fregek szempontjából. Egy nagyon jó jégermény például, Redottal játssz azt hiszem a jégert többek között, sőt szinte mindent. És az előző játéknapokon ő húzta a csapatot, most talán egy kicsit haloványabb a teljesítménye, de van más, aki meg mondjuk máskor esetleg kevesebbet szokott ölni, szóval abszolút a ilyen szempontból a helyébe lépnek. Bakától egyébként nem vártak különösen jó játékot kompetitív szinten, még saját haverja Pengu is megjegyezte kicsit ironikusan, hogy nem vette először komolyan, amikor Baka azt mondta, hogy egy Pro League Finals spotér igyekvő csapat igazolta le őt. Hát most ki is dobta MIP, és ezzel 0-0-5-re alakította a statját. Szegény egyébként... ő. Igen. Why always me? Szólhat a kérdés. Egyébként, ha Mokit nyerni ezt a mérkőzést 6-4-re a Secret ellen, amit már megemlítettél, az azt jelenteni, hogy a Secret biztosan nem fog kijutni a LAN-ra. És a Millennium és a Mokit marad versenyben a második helyezésért, ami azért különösen érdekes, mert a forduló záró, a záró forduló második mérkőzése pont egy Mokit Millennium mérkőzés lesz. Aszta. Hát igencsak még jobban kiélezni az izgalmakat ezzel a Mokit, hogyha sikerülne ezt a mérkőzést megnyerje. Egy flank yellowra lassacskán, ha jól látom, készülődik Rips. Igen. Még hogyha párat tudna lőni, de ez már így nagyon veszett fejszínjele, 2v5. Láttunk már ilyen klatcsot, de háttal nem is számított jóra a hátába. Ez így nem jó, 1v5-ben marad Vail. Ő is kap egy... Jó az a gránát, elfutna előle, de nem tud. Elem startja a falnak a bal oldalát, és le tudja lőni. Szép játék egyébként, nagyon szép összmunka volt, ahogy az egyik bedobta a gránát, a másik pedig egyből tartott a bal oldalra. Szóval, ja, a Secret azért nem adja fel, mutatják, hogy azért is akarjuk ezt a LAN spotot, és ha már arról beszéltél, hogy jövő héten egy ilyen nagyon fontos Millennium Mokit meccs lesz, azért említsük meg azt is, hogyha ugyan nem adjuk, bár hosszú távi tervben szerintem benne van, hogy a zenét is adjuk. Szóval az észak-amerikai Pro League utolsó játéknapján lesz egy Rogue SK Gaming párosítás, amin így konkrétan eldől, hogy kimegy Brazíliába. Tehát így, igen. Ha a Rogue nyer, akkor ők, ha a döntetlen vagy SK, akkor pedig az SK. Igen, hát ugyanaz a szituáció lesz, igen, mint az esetben, hogyha Mokit nyer. Vagy akár, hogyha a Secret nyer, akkor is. Hát... nem, akkor nem feltétlen, akkor, igen. Akkor azért, de minden esetre ugyanúgy, ahogy most... a helyezések szempontjából a legizgalmasabb és legérdekeltebb meccs ez. Ugyanúgy az lesz a jövő heti második mérkőzésen a Millennium Mokit. A Mokit bepróbálkozik ezzel a piano és porta védelemmel. Itt megemlítettem. Secretnél nem láthattuk ezt a site-ot. Bár egyébként szerintem alábecsültebb site. Hát figyelj, kinek mennyire tetszik, ez egy kicsit szerintem az is, hogy mennyit játszottad, amíg nem volt az új, a mostani új site, stb. Jó site-nak tartom ezt is, de én egyébként, tehát én inkább az újat választanám, te meg inkább ezt. Igen, azt hiszem, igen. Ebben így kölcsönösen
tiszteletben tartjuk egymás véleményét. És beszéltünk arról, hogy in-game milyen változások érkeztek a játékba, tehát hogy van egy ilyen félidő gyakorlatilag, 5 védő, 5 támadó pick-and-ban, de a Pro League formátumának a változása is szerintem kifejezetten jó lett, hiszen máskor azért nem voltak ennyire izgalmak, hogy úristen, melyik meccs hogy alakul, és akkor igen, melyik meccset kell még mellé nézni, hanem úgy, hogy oké, top 4 playoffs, és akkor sima single elimination. Az is izgalmas tud lenni, csak az inkább olyan, nem tudom. Tehát ez sokkal inkább egy hosszú bajnoksághoz való ez a formátum, és nem gondoltam volna, hogy ilyen izgalmas lesz a vége, és egyébként a többi régióban is nagyon izgalmasan alakult. Ugye jelenleg APEC az egyetlen régió, ahol nem ez a liga formátum van, hanem ott az APEC al régiókban van liga formátum, és egyébként ott egy LAN finals van. Ott ugyanez van. Igen, csak 4 különböző al régióban. Ugye Japán az egyik, aztán Korea, Ausztrália a harmadik, és a negyedik pedig Dél-Kelet-Ázsia. Így van. Ahonnan az első két helyezett ugyanúgy kijut egy LANos finals-re, mint egyébként, de ez csak az Ázsián belüli LANos finals. Igen, egy ilyen kis döntő Ázsián belül, olyan formátumban, mint a nagy döntő majd Rióban. Igen, igen. Egyébként mondtad, hogy nem számítottál rá, hát én egyébként pont számítottam arra, hogy ilyen izgalmakkal ér véget az Európai Pro League, csak mondjuk a Mokit helyett a Vitality-t vártam erre a negyedik pozícióra, aki majd itt megküzd a Millenniummal és a Secret-tel. Én is. A második helyért. Én hát azt hittem, hogy már ilyen 3 játéknappal a vége előtt lehet tudni majd, hogy ki megy Rióba meg ilyenek, de így még az utolsó játéknapon is múlni fog. Az már igen, most biztos, ugye? Igen. Hogy még nincs lefutva. Valahol igen, amúgy, igen. Valahol amúgy... Nem lehet úgy, nem lehet olyan eredmény ennek a meccsnek, hogy eldőljön, hogy ki lesz a második csapat. Igen. Ez jó ez a 4 egyébként. Ez kapásból két szinten megy, nem? Azt nem, hittem, az egy szint volt, csak el igen, tudott futni a Jäger, KS C4-e, ugye KS C4-et, és Pony tudja előni, látjuk mi kap közben lövés lentről, és elemz, védi meg Mipi sebesülten fekvő testét, aztán KS ellövi elemzet, de Mipi pedig trénerik, egy egy baka, egy gyerünk most, nem hoztál eddig különösebben kill, de most hozhatsz egy pontot, egy kört az előző lédet, a csapatodnak. Mipi. Hát nincs az fordít... Ideje. Ne. És lehozza. Ne, Mipi. Hát tőle azért nem szoktuk ennyire meg. Igaz, hogy bakkal volt, de... Azért itt többször is bőven ellőhette volna bakát. Igaz, hogy egy igen, pici előnye volt bakának, hogy egyszeres célkeresztje volt, tehát nagyítás nélküli célkeresztje volt, és ugye ez ilyen 5-6 méteres tűzharcok voltak, itt azért nyilván 8 méteren alul általában előnye van annak, akinek nincs ékogja. Hát kb. Igen. Ezzel pedig biztossá válik, igen, hogy a Mokit pontot szerez, így van. Ezzel az is biztossá válik, hogy a Secret nem előzi meg a Mokitot, biztosan marad a negyedik helyen, igen, a negyedik helyen így marad van a Secret jelenlegi tabellán. Most az a kérdés, hogy a játéknap után a Mokit, vagy a Millennium lesz a második? Igen, akinek elég lesz a döntetlen is a következő fordulóban. Hát azért nagyot néznék, egy óriási csoda és szép történet lenne akkor. Ha a Mokit, miután org nélkül szenvedett, tele voltak reménnyel a vanabban, aztán dobta őket úgymond az orgjuk. Többször is megtörtek, aztán orgleszként szintén szétestek, és aztán felkorolta őket egy nagyon pici, legkisebb org a Rainbow Six-ben, főleg európai hát szinten. Igen. Igen. És ezek után képesek lennének második helyen végezni, szinte csak nyert meccsel. Jó lenne őket látni a LAN-on. Igen. És egyébként valahol a megérdemelt kifejezés, azt általában nem szeretem használni, mert hogy az olyan, hogy hát ő már izé annyit szemet, hogy megérdemelte, én inkább azt használom, hogy ők kiérdemelték, tehát például KS is ott volt az Invitational-n, majdnem ezzel a line-uppal, ugye akkor még van up volt, utána igen, a Pro League-ben folyamatosan ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzak, de tehát úgy szerezték a pontokat, és úgy verekedtek második helyre oda, hogy nem lehetett észrevenni, tehát hogy különösebb meglepetést azért nem csináltak, de ők nem hullajtották a pontokat, mint mondjuk, tehát nem x-eltek a Supremacy-val, mint mondjuk a Secret, és ezért igen, ilyenkor az a két pont nagyon, tehát most a Secretnek az a két pont mennyire jól jönne már,
most abszolút, például, persze. Hogyha a Supremacy-val, aki csont utolsó, nem x-eltek volna. Igen. Nézem egyébként itt közben a taktikáját a támadó játékosoknak, az upstairs kontrolljuk már megvan, de ugyebár még két szinttel kell lejjebb mozogjanak. Középen már vannak védőjátékosok. Egyetlen egy védőjátékos van, hogyha jól veszem ki. Éppből Bakára tippelek így a korábbi meccsek tapasztalatai alapján. Egyébként érdekes, most vettem csak észre, hogy Vél hozott egy rúkot, Stizi fejbe is lövi Vélt, ha már egyszer így megemlítettem. Akkor ezek szerint ebből kiderül az is, hogy ő volt fenn, és nem Baka. Szóval kifejezetten érdekes rúk. Egy olyan operátor, akit mondjuk kezdőjátékosoknak nagyon ajánlunk, de így profi szinten ritkán láthatjuk. Tehát a gadgetje is, meg a fegyverésen, hogy ilyen jó, de... Tehát egy nem jó, kiemelkedő, de ilyen nem. Fajék egyszerűségű a gadgetje, az MP5 is egy olyan, hogy nincsen különösebben bonyolult rikoija, de nem a legjobb fegyver. Igen, igen. De van egy jégkoga, ami fontos lehet, most mondjuk nem tudta kihasználni. Elemző lövi Korit, úgyhogy 5v3, aztán Bakát is. Nehéz helyzetben a Mokit, Rips és KS, kettő német játékos maradt tehát. Hát ugye elég nagy az esély rá, hogy kettő német játékos marad a 2v-X-ben. Ha csak nincs benne Baka, akkor kettő német. Egyébként két C4-es inteles operátor marad, ami azért talán a legjobb duett, amit lehet választani. Egy 2v5 clutch lehozásának megpróbálására. Na meglátjuk, mit igen, hoznak igen. Össze ebből. És azon a lyukon még szerintem bekúszni sem tudnak egyébként. Igen, mert hogy magasabban van a felszintről. KS, jaj, de jó lesz a C4 dupla! Nem dupla, nem, de nagyon jó. Stizit kapja, nem a plentelő játékos, aki egyébként abba hagyja a plentelést. Mipi felülről. És elemzi Ripset. Visszajön a mérkőzésbe a Secret, a következő round pedig döntőpont lesz a mérkőzésen. És egyébként ez a pont, vagy ez, nem, bocsánat, ez a kör, ez a Mokit, bocsánat, a Secretnek jobban kell. Nem? Tehát, hogy nekik jobban kell az az egy pont, mint a Mokitnak mondjuk az a három. Tehát, hogy igen. A Mokit továbbra is a Secret előtt van, az már biztos. Nyilván a Millenniummal szemben jó lenne, hogyha nyernének. Tehát nyilván nem a döntetlenre játszottak egész este. De a Secret az egy vereséggel elvágná magát. Tehát akkor kettő pontja lenne a... Nem. Hogy lenne akkor? Ja, meg... kettő pontra lennék a Millenniumtól, a Mokittől pedig négyre. Hogy mi? A vereséggel? A vereséggel, igen. Ja. Szóval az most néztem meg én is gyorsan a tabellát. Bár csak azért is, hogy pontosan a körök különbségét tudjam. És ebből kiderült, hogy hatványozottan fontosabb lenne a Secretnek ez az utolsó pont. És a Mokitnak plusz 11. Igen. Ami ezzel maradnak plusz 11 ezután a meccs után. Ellenben a Millenniumnak plusz 6 volt, ha jól láttam, igen, plusz 6 volt. Nincs beírva ebbe még. De bele van számolva már a mai. Bele van számolva, plusz 4 volt a mai nap előtt. Szóval, kör előny miatt a Mokit Millennium meccsen is a Mokit van abszolút előnyben, és a döntetlennel ők jutnának ki. Tehát a Mokit olyan az, szerencsés pozícióban van, hogy két döntetlennel. Mint az SKN-ében. Igen, két döntetlennel ki tudna jutni. Finals-re. Tehát a Secret itt az utolsó utáni szálba kapaszkodhat. Igen. Stizinél a Diffuser és a Primos Hibana. Egyébként már az is biztos, hogy az a második helyezett európai csapat vagy a Nora Rengo-t kapja, vagy a Face Clan-t, vagy az EG-t. Így van. És az is, hogy az Invitational-re kijut. Igen. Ami azért nagyon-nagyon nagy esemény lesz. Valószínűleg több mint $1 millió lesz a prize pool, szóval abból nem hiszem, hogy ki akarna maradni bárki is. És ráadásul az is hasonlóan grandiózus színpadot és arénát fog magáinak tudni, mint a riói. Bár a másik csapat sem csüggethet. További 6 hely lesz még elérhető. Ebből Európa számára 3 maximum, ha jól számolom. Az még változhat egyébként közben is. De most úgy van a lebonyolításnál, hogy lesz Európán belül egy külön selejtező, ahogy volt a második Invitational-nek is, illetve lesz még legalább egy Dreamhack Winter néven, aminek a győztese szintén kijut, szóval... Az Svédországban lesz amúgy? Vagy...
Most így meg nem mondom hirtelen, de lehetséges, igen, Svédországban lesz. Svédországban egyébként még nem volt komolyabb Rainbow Six-es LAN, kivéve igen. persze a nordikok. Jön Köppingben lesz. Igen. Na, ő csések számára különösen ismerős lehet. Így van. Igen, Skandináviában a nordikokon kívül nem volt még egyetlen különösebb Rainbow-s LAN esemény sem. Ezzel kb. Az utolsó olyan nagy Rainbow Six nemzet, vagy nemzet halmaz, aki még nem rendezett ilyen eseményt, ugyebár Amerika az egyik, Brazília és Franciaország, aki még különösen kiemelkedik, ott már mind voltak Finals-ök, vagy akár Major-ök, Invitational-ök, na most ennek az is eljött az ideje. Na és az utolsó kör a mai este, Kori elesik, meghal az a Jäger, jó a C4, de nem végül is a kill. Pianóban vannak többen is, zongorás szobában, és most Cizi úgy fogja nyitni azt a falat, hogy be lehessen kúszni, tehát hogy még esetleg másra is felhasználja, de 25 másodperc van hátra, szóval ez már tulajdonképpen mindegy, vélt egy kicsit megsebzik. Igen. És felette még mindig vannak, nagyon figyelnie kell most. Pont kitáncolnak egymás elől, kell most vesz észre. Akka lövi el közben Lems fejét, jöhetnek a füstök. Lucky lövi el vélt. Megy a Plems Lucky Cizi rá részéről. Bakára, aki számított rá. És Bakka ellövi Leon Gitzet is. Na, le tudja rakni a defusert a Secret, Meepy lő egyet vissza. KS lövi ezt Cizire. És Meepy pozícióján múlik az egész. A lőtt lyukak megvannak, amiről tudja nézni mind a védőjátékosokat, mind pedig a defusert. Még C4-et azt felszedi KS és fel fogja dobni. Igen. És szerintem neki van annyi game sense, hogy jó helyre fogja dobni. Ó, oh, rip. És nincs sajnos. Igen, kamerázni akar szerintem. Valami igen. olyasmit láttam, mintha a mobilját vette volna elő. Hát, ez pedig innentől kezdve abszolút Meepy van. Teljes mértékben előnyben. Ez nagyon nehéz. Fake, számára. Aztán, ajaj. Aztán a Nade, Bakka. Hát igen. És ott a második Nade már. És sikeresen elhúzza az időt Meepy. Elhúzza az időt, dönt és ezzel. Dönt ezzel le tudja menteni a mérkőzést a Team Secret. GG. Hát ez talán a Secretnek egy picit jobb. De a Mokit számára nem baj. Igen. Ez ilyen félig ilyen, félig olyan a számíz ezután a meccs után, mert tehát különösebb kára egyik csapatnak sem származik ebből, de úgy nem vagyunk beljebb, tehát hogy választanom kéne, hogy inkább egy döntetlent lássak, vagy inkább egy teszem azt valamelyik oldalra egy győzelmet, akkor inkább én azt látnám, ahol bármelyik fél, de azért nyer. Most így alakult, igazából nem lettünk elégedetlenek, nagyon sok mindent láttunk, például láttuk a Rust, a csomó plentet, a C4B-t, és ez a forduló, ez megkockáztatom, hogy hiába szerencsétlen szám van, ugye 13, de ez eddig szerintem a legjobb játéknap volt, tehát igen, olyan meglepetések igen. voltak, és abszolút olyan fordulatok. Lehetséges. A G2 először kapott ki, a Supremacy először nyert, konkrétan. Bibu inaktívvá vált, aztán a Chaos eldőlt, hogy bent marad, és hát akkor gyorsan még nézzük meg, hogy néz ki a tabella. Tehát G2 első, aztán Mokit, Millennium Secret, és ez az imént említett hármas között fog még eldőlni, hogy kimegy Rióba. Sőt, még a Pentának már, sorry, a Pentának már nincsen. Rási, ugye idéglenesen volt még a mai meccsük után, de már nincsen, így hogy a Mokit szerzett pontot. És aztán Chaos 6., Vitality 7., és a Supremacy pedig az utolsó, de legalább van már egy győzelmük, és így emelt fővel távozhatnak majd Challenger League-be, ugye a jövő héten, és a jövő héten ki fog derülni, hogy tényleg a G2 után ki a második európai csapat, aki ugye azon túl egy Európa második legjobb csapata is, azon túl még ráadásul Rióba is, és az Invitational-re is mehet. Szóval nagyon sok fog akkor is múlni, nézzetek minket akkor is. Ne felejtsétek el, hogy kövessétek az Esport 1 TV-t, és magát az Esport 1-et is minden lehetséges közösségi média felületen. Szavazatok majd jövő héten is az eredményekre, és hát további szép estét, per jó éjszakát kívánunk. Jó éjszakát mindenkinek, igen. És most, ha minden igaz, akkor egy magyar kompetitív Rainbow Six játékosnak a streamjébe nyerhetünk betekintést, őt Német Rolandnak hívják, ingame nevén Herki, úgyhogy csatlakozzatok hozzá, és tanuljatok, beszéljetek vele, és jó szórakozzatok jól egy a streamjén. Hát, azt is, igen. Úgyhogy
Mi azzal búcsúzzunk, hogy Secret Mokit 5-5, és nagyon sok múlik majd még a jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!